következő kísérletünkben a hullámmozgás egyik legfontosabb törvényét fogjuk megvizsgálni, a hullámok visszaverődését. Ezt egyrészt szabad végről, másrészt pedig majd rögzített vég esetén fogjuk megvizsgálni. A rezgéskeltés után láthatjuk, hogy a hullám szabad vég esetén azonos fázisban verődik vissza. A kísérletet megvizsgáljuk rögzített vég esetén is. Ehhez a hullám végét oda csiptetjük egy kis állványhoz, majd újra rezgéseket keltünk és megnézzük, hogy rögzített vég esetén szépen látszik, hogy ellentétes fázisban verődnek vissza a hullámok. Egy másik fontos jelenséget is láthatunk, az úgynevezett hullámok találkozása után keletkező álló hullám jelenségét.